következőkben itt a pályaválasztási bőrzén a szekszárdi Kolping iskolának a szakmai képzésével ismerkedünk, ebben pedig Koller Tamás igazgató lesz a segítségünkre. Milyen képzések indulnak a most felvételizőknek, vagy a pályaválasztás előtt álló fiataloknak a szekszárdi Kolping iskolában? Igen, alapjába véve a 3 plusz 2-es rendszerbe, ugye 3 éves szakmába indítunk, fogadós, női szabó, szociális gondozó és ápoló, szakács és kertész képzéseket. Ugye itt 3 év alatt teljes szakmát kaphatnak a diákok, és utána 2 év alatt le tudnak érettségizni. A diák életről mi mondható el a Kolping iskolában? Azt gondolom, hogy mi iskolánkban nagyon vidám a diák élet, nagyon sokszínű iskola vagyunk. Látszik az is, hogy sokféle szakmát kínálunk. Tehát megjelenik sokféle ember, sokféle érdeklődésű, sokféle lelki állapotú, sokféle beállítottságú diák az iskolába, és ez nagyon sokszínűvé és vidámmá tudja tenni a kolpingos éveket, kolpingos életet. És hát ugye a szakképzésben a gyakorlati oktatásnak nagyon nagy szerepe van. Ebben az iskola mit tud nyújtani? Igen, tehát saját tanműhelyen rendelkezünk minden szakmába. 9-ben a diákjaink ugye a saját tanműhelyeinkben gyakorolják, sajátítják el a szakmai alapokat, és 10-től kerülnek ki vállalkozókhoz, cégekhez ugye a mai szakképzésnek megfelelően. Van arra lehetőség, hogy valaki elvégzi 3 éves szakmai képzést, utána elmegy egy időre dolgozni, majd később aztán úgy dönt, hogy leszeretne érettségizni, és később megy visszaérettségizni az iskolában? Igen, erre is van lehetőség, van felnőtt oktatásunk, várjuk szeretettel vissza volt diákokat és minden más diákot. Ráadásul ugye a második szakma is ingyenes, és második szakmát is el tudnak nálunk sajátítani felnőtt oktatásban a hozzánk betérők. Nyelvoktatás milyen szinten vagy milyen mértékben szerepel a tanrendben? Igen, ugye a szakképzésben egy nyelv kötelező, nem úgy, mint a gimnáziumban ugye 2. Nálunk is egy nyelvet tanulnak a diákok, és az angol és a német között lehet választani. Attól függ, hogy kinek milyen az előképzettsége. Külföldi ösztöndíjak, vagy esetleg kirándulások, ilyenekről beszéljünk egy kicsit. Igen, részt veszünk az Erasmus Plus programban. Most 3 programunk fut. Van egy németországi lehetőség, ahová egy hónapra mennek ki a diákjaink, vagy mehetnek ki a diákjaink. Van egy portugál lehetőség, ahova 3 hétre tudnak kimenni a diákjaink a szakmát gyakorolni, és van egy olasz lehetőség, ami egy nagyon komplex lehetőség, oda 3,5 hónapos szakmai gyakorlatra tudnak kimenni Észak-Olaszországba, Grádó környékére a diákjaink. Sok szeretettel várjuk azokat a diákokat is, akiknek valamilyen tantárgyi felmentésük van, ugye ez egy eseni kóddal jelöljük, tehát az esenis diákokat, sajátos nevelési igényű diákokat sok szeretettel várjuk iskolánkba. Őneki 2 év alatt részszakképesítést tudunk adni, és a jövőre induló részszakképesítést adó szakmáink a családellátó, a falusi vendéglátó, a konyhai kisegítő, a pargondozó és a virágkötő.